napján kicsit megáll az élet. Az idő lassul, és a lélek magába száll. Egy percre megérti az ember a létet. Ki eltéved, az ma visszatalál. Kedves vendégeim, az adventi felkészülés szép eszköze az adventi koszorú és a gyertyagyújtás. A sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége, és nő a fény. S karácsonykor eljön maga a fény, Jézus Krisztus. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenki, aki velünk együtt részt veszett a felkészülésben, és eljött, hogy együtt gyújtsuk meg a várakozás első gyertyáját. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Gár Gabriella polgármester asszony, Lakatos Pál alpolgármester urat, Csikósné Juhász Erika jegyzőasszony és a képviselőtestület jelenlévő tagjai. És természetesen minden kedves vendégünket, aki velünk ünnepel ma. Köszöntöm Földes Gábor római katolikus plébános urat és Bacsó János görög katolikus parókos urat, és őt fel is kérem, hogy oszta meg velünk ünnepi gondolatait, majd ezt követően gyújtsa meg az adventi koszorún az első gyertyát az alapján. Isten hozott mindenkit, szeretettel köszöntök én is valamennyi kedves testvérünket. Helyünkről fölállva Lukács evangéliumától olvasom. Példázat a gazdag hamis bizonságáról. Valaki megszólította a tömegből: Mester, mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő azt felelte neki: Ember, kitett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek? Aztán így szólt hozzájuk: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedés függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik egy gazdag embernek: Földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Majd azt mondta: Ezt fogom tenni, lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem, van sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szólt hozzá: Esztere, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ki lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Helyünket elfoglalva, szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket. Az esztelen gazdag példabeszédével indítja az adventi időszakot, ugye nálunk 40 nap a karácsony megelőző bőti időszak, és ezt három héttel ezelőtt, ezt az evangéliumi szakaszt három héttel ezelőtt olvastuk föl. Föltetjük a kérdést, hogy vajon miért mondja esztelennek a gazdagot Jézus, hiszen mai fejjel azt mondanánk, hogy ez az ember mindent jól csinált. Dicséretet érdemelt volna. Ma kitüntetés kapna. Jézus viszont elítéli, mert egysíkúan nézi az életet. Az élet nem csak üzlet, nem csak biznisz, kezdete és vége is van. Nem magunktól vagyunk, és az életet ajándékba kapjuk, vége is van egyszer. El kell számolnunk minden nappal. És ami a gazdag gondolkodásából kimaradt, hallhatjuk az imént, az nem más, mint a hálaadás. A bőjt, a karácsonyi készület, a hálás lelkület iskolája. Testünkről általában gondoskodunk. Sokszor talán túlzásba is visszük a földi feltételek teljesítését, és így felbillen az életünknek az egyensúlya. Az ember test és lélek, tudjuk az okkori görögöktől, és hát a bőti idők helyreállítják életünk egyensúlyát. Ha ezt nem tesszük meg, akkor úgy járunk, mint a rosszul megpakolt teherautó, vagy a rosszul megpakolt, féloldalatosan pakolt hajó, amely vagy felborul, vagy pedig ugye hajóról élünk, elsüllyed. Az ember is felbillen, kedves testvérek, és különösen itt a kereskedelem által meghirdetett bronz, ezüst, arany vasárnapokra kell gondolnunk, amikor a konzum társadalom szentélyébe, a nagy-nagy áruházakba beszabadulnak az emberek,
Szóval az ember is felbillen, hogyha csak a vagyonra, az anyagiakra koncentrál, különösképpen az advent idején. Szolgálvá válik, hatalmas értékeket veszít el közben, családot, barátokat, lelki békét, és sokszor sajnos az egészségét, a hitét, a közösségét, és hát az örök életét is. Figyeljük csak meg 10 parancsolatnak a sorrendjét. A fontossági sorrend nagyon jól jelzi ezt. Az első az Isten. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Az ő neve, az ő imádása, az Úr napja. És csak a 4. parancsolattól jön, atyádat és anyádat tiszteld. Azaz az első 3, Isten és ember, és a 4-től a 10-ig ember és ember közötti kapcsolatokat szimbolizál a parancsok tekintetében. Tehát a 4-től jön a szülő, a testvér, az élet, a házasság, és megfigyeljük, a 7. parancsolat az, amely a munka és a vagyonnal foglalkozik. Sokaknál, hogyha előrébb kerül a sorrendben, akkor eltereli a figyelmet a fontosabbakról, és felborítja életünk békességét, egyensúlyát. Ahogyan Kosztolányi Dezső olyan szépen írja, itthon vagyok, itt e világban, és már nem vagyok otthon az égben. Kedves testvérek, a vagyon eltereli a figyelmet a fele barátról is. Nézzük csak meg a tükröt. Hogyha azt nézzük, hogy szilícium-dioxid egy egyszerű üveg, átlátni rajta, ilyenek vannak ugye bárhol, akinek ugye ablak van a háza, nyilván, amint a üveg mögé kerül egy nagyon picike kis ezüst réteg, ebből lesz a tükör, az ember már csak saját magát kezdi látni, önmagát látja csak meg, a böjt, a karácsony megelőző böjt a lélek karbantartásának az ideje. A vásárlás, az ősi gyűjtögető életforma modernkori változata, a böjtölés a lelki gyűjtögetésnek az eszköze. Megnézzük, hogy valóban gazdagok vagyunk-e. Az afrikai Togóból 2 fiatalember 2 hétre jött Európába, és amikor elhagyták Európát, akkor bizony így összegezték a 2 hét lényegét. Itt mindenki sikerről, pénzről, hatalomról, politikáról beszél, Istenről, szeretetről szó sem esik, sőt, nem illik kimutatni. A tanár nem simogathatja meg a tanítvány fejét, az orvos nem ölelheti meg a meggyógyított betegét. Ki a gazdag, tehát tehetjük fel a kérdést, kedves testvérek, akinek az Isten a barátja, és szeretetből van bőven tartaléka. Hogyan is lehet ezt elérni? A szem, a száj, a fül böjtjével, sok imával. Legyenek védett ima időink, melyek átfogják és irányba tartják napjainkat. A zaj elnyomja a harangszót. A magas épületek, gondoljunk csak New Yorkra például, eltörpülnek a hatalmas katedrálisok is, a mesterséges fény pedig megtöri a természetes sötétet. Nincs, ami figyelmeztessen az Isten jelenlétére. Meg kell teremteni, létre kell hozni ezeket az alkalmakat. Jeleket kell elhelyezni életutunkon, amelyek emlékeztetnek a legfontosabbra. A világ olyan, mint a Poli. Emlékszünk ugye a Lapióbra, ugye a Poli című sorozatra. Ezernyi csápja leköti erőnket, időnket, figyelmünket. Szenzációval minden más eltakar előlünk. Isten nem száll bele ebbe a versenybe, kedves testvérek. Tudja, ha megtenné, csak ártana nekünk. Nem történnek rendkívüli csodák, sem megrendelésre, sem anélkül napi szinten. Illetve mégis, de ahhoz csendben kell lennünk, hittel kell látnunk magunkat és a világunkat. Ha megfigyeltük, korunk jogokra és kötelességekre épít. A hálaadás, a bocsánatkérés az nem erény. A böjt fontos nevelési célja tehát, hogy tudjunk köszönetet mondani, hálát adni Istennek, hálát adni egymásnak. És amikor az ember valamit megköszön az Istennek, az nem megalázkodás. Sokkal inkább öröm, van valaki, aki nagyon szeret, és odafigyel rám. Felismerem a mosolyát a felkerő napban, vagy a gyermekemnek az arcán. Nem Isten lesz nagyobb, ha imádkozom étkezés előtt és után, de sokszor itt tisztelőkön is tanítom a gyerekeket, ugye ezt étkezés előtt, étkezés után imákat ugye a hittanóra elején, hittanóra végén, hanem én tudom, Isten rendelte helyére tenni az ételt, a vagyon, a nappalt és az ét.
amikor imádkozom, Istenhez mérem magam, és nem a szomszédomhoz. Ebből fakad a hálaadás, a bűnbánat és a bocsánat kérés. Kedves testvérek, ezzel zárom, karácsony üzenete, ne aggódjatok. Nézzétek, így szeret Isten a világ, hogy a saját fiát adja. Ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hull, a gazdálkodó ember tudja, hogy a növekedést az Isten adja, de a talajt nekünk kell elkészíteni, a tudvát, a muhart, a gazt nekünk kell kihúzni. A termést nekünk kell beosztani és jól elosztani. Türelemre és bölcsességre nevel a bőt. A mindennapi kötelességekre figyelmeztet és segít, hogy célt ne tévesszünk, amikor bőséges termés hoz, mindennapi munkánk, adj és hogy így legyen. Amen. Köszönjük szépen Bacsó János parókus úr ünnepi gondolatait, és kérem, hogy a kis adventi koszorún az első gyertyát gyújtsa meg. Kedves vendégeim! A katolikus egyházközség lelkes tagjaiból az első gyertyagyújtás alkalmára Sándor András karnagyúr vezetésével és orgona kíséretével ismét megalakult egy kis kórus. Mai műsorunkkal szeretnénk hozzájárulni az ünnepi készülődés, várakozás csodájához. Nem vagyunk profi énekesek, de igyekeztünk a próbákon helytállni, és tiszta szívvel állunk ma fel a karzatra, és kérjük Önöket, hogy műsorunkat fogadják olyan sok szeretettel, mint ahogyan mi készültünk rá. Szólót énekel Vajdáné Klósz Jolán. Thank you.
Vendégeink, nagyon szépen köszönjük a tapsot. Íme itt a mi kis katolikus kórusunk, és ráadásként elénekeljük még egyszer az adventi hírnök kis rendnyomágat, hogy lássanak is minket, ne csak halljanak. Esetleg, ha valakinek van kedve, akkor énekelnek ide minket.
figyelmet, és hogy velünk töltötték ezt a délután, amely még nem ért véget, mert városunk főterén az óriási adventi koszorún is fel kell lobbantani az első gyertyát, amelyet Földes Gábor atya és Bacsó János atya közösen fog megtenni, úgyhogy kérünk tartsanak velünk a főtérre, ahol a kollégák forró tejával és forró fognak kedveskedni. Köszönjük szépen, és találkozunk a adventi koszorúban.